rajzverseny következik, akinek a felelősét kérem a színpadra, a rajzverseny. Na sziasztok, én elég sok mindent fogok itt kihirdetni egyszerre. A haikut, a fanfictiont és a rajzversenyt és a barkácsot is. Pillanat. Na, akkor először a haikut fogom kihirdetni. Hátulról fogom mindig kezdeni, úgyhogy a harmadik helyezett Hernádi Panka lett. Gratulálunk neki. Ha itt van, ha valahol, sikítson, ott van. Úgy látom, a másik asztalhoz kellett volna menjek, mindjárt átpakolom. Gratulálok. Mondja. A második helyezett Halász Júlia. Kevesebbet kell mászkáljunk. Itt van Halász Júlia? Nem látom, hogy sikítozna bárki is. Akkor az övét félre rakjuk és elpostázunk neki. Az első helyezett tudom, hogy nincs itt. De ő már elvitte az ajándékát, ő Stettner Judit volt. De azért tapsoljuk meg, mert nagyon jó ki. Na, rajzos fanfictionünk. Hál' Istennek azért érkeztek be dolgok, mert elég nagy kihívás volt, úgy látom az embereknek. Ott a harmadik helyezett Nemetz Anita lett. És ott jön. Nagyon helyes. Gratulálunk. Igen, átvevő. De gratulálunk neki. Add át részébe. A második helyezett pedig egy... Igen, ez egy páros munka volt, úgy láttam. Bari Kristóf és Hernádi Panka. Na. Két ember, de csak egy zacsim van. Gratulálok! Na, szóval. És az első helyzet pedig Bakos Patrícia. Mert az a posztolós anime karakter, és ez nagyon vicces volt. Van nekünk Bakos Patríciánk? Van! Arra. Ez szokásoktól eltérően. Gratulálom. Na, anime barkács. Hát abból most összevontuk az anime és a tradicionális kategóriát, mert sajnos tradicionálisból egy kicsit kevés jött, úgyhogy egyszerre lesznek értékelve. A harmadik helyezett Jannicki Melinda. Ez a nagyon szép labdával, amit csinált nekünk. Arra! Hova arra? Gratulálok! Nézzük csak, a második helyezett pedig Lehocki Lilla lett. Ez egy nagyon nagy munka volt, és nagyon szép volt, gratulálok hozzá. Az első pedig azt hiszem sokak nagy kedvence, Nemes Diana, Csibi Smogja. Ott fut, Bilbo ott fut. Gyere, Bilbo! Gratulálok hozzá!
Na, helyberajzolós, hát ezzel aztán megdolgoztattatok engem. Harmadik helyezett lett Szilágyi Szilvia. Nincs itt. Köszönöm az információt. Akkor neki átadjuk később. Második helyezett pedig Nagy Réka. Van-e Nagy Rékának? Nem látok senkit osodni a sötétben. Első helyezett pedig Gellén Veronika. Nagyon cuki, azt hiszem triádjával és egy tündéri szarvassal. És ott jön. Na, Fanart! Beküldös rajzverseny. Hát, azt hiszem ez a retro rajz az, amit mindenki megállt és nyálazott rá fél óráig. Gál Krisztinának, a négy tábornak, a Sailor Moon. Mindenki azt mondta, hogy a kuncit van rajta, annak valamit vinnie kell, úgyhogy... Gratulálok! Ja, gratulálok! Második helyzet pedig Fintor Gréta. Kamikáze Kajtós anyja. Ott jön. Az egy nagyon jó kis kép volt. Gréta beadott egy csomó mindent, és nekem ez tetszett a legjobban. Gratulálok! Az első helyezett pedig Deák László. Mert az a sárkány az valami zseniális volt, amit megcsinált a Dragon Ballból, az valami überfrenetikus volt. Gratulálok hozzá! Na, és maradt egy originálunk. Originál harmadik helyezett, ugye ez a történelem volt a téma. Harmadik helyezett Major Krisztina. Ez a hölgyemény a hátán a magyar történelemmel, az nagyon megfogott, úgyhogy... Az egy nagyon szép ötlet volt. Gratulálom! Na, második helyezettünk egy szép nagy rajz a lovaggal, Szikszó Melinda. Valahogy elrejtettünk. Úgy láttam pedig, hogy itt van. És itt van, és itt van. Jön. A segítő is fáradt. Gratulálok. Az első helyezett pedig Szegő Zsófia. Az a gőzmozdonyos kép, az valami zseniális lett. Van-e nekünk Szegő Zsófiánk? Előbb még itt volt, mert elkérte a rajzait. Akkor ha nincsen, akkor neki átadjuk később. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Tapsoljuk meg még egyszer a nyertesteket. Köszönjük.